Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége Sári Kovács Szilvia, a Karcagváros alpolgármestere. Köszöntöm itt a stúdióban! Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket! Kedves alpolgármester asszony, beszélgetésünk apropója nem más, mint hogy augusztus 16-án az ünnepi önkormányzati ülés keretén belül egy igen szép díjat vehetett át, mégpedig Karcagváros Pro Urbe díját. Beszélgessünk egy kicsit erről a díjról. Első kérdésem az lenne, hogy hogyan érintette ez, mikor megtudta, hogy ebben a díjban fog részesülni. Igazság szerint meglepődtem, és nagyon megörültem, hiszen én karcagi díjban előtte még nem részesültem, és nyilván mindenki számára az a legnagyobb elismerés, hogyha a szülővárosa elismeri. Nagyon megörültem neki, és ennek kapcsán úgy végig is gondoltam, hogy mi is áll emögött a díj mögött. Azok az emberek, tapasztalatból mondom, akik valamilyen díjat kapnak, vagy itt a városban, vagy országos díjat, a saját hivatásukban, a saját intézményükben, a saját városukban olyan elhivatott munkát végeznek, ami a szívügyük. Önnek ebben a tekintetben mit jelent ez a díj, mit jelent a hivatása, ugye a polgármester is, illetve mit jelent önnek a város, ez a város? Igazság szerint, amikor 1991-ben hazatértem szülővárosomba, Karcagra, akkor nem is gondoltam, hogy ilyen életutat fogok bejárni. Kezdődött ez azzal, hogy elindítottam Pánt Ildikó indítatására és felkérésére Karcag első számítástechnikai szakkörét a Györfi István általános iskolában. Még akkor Commodore 16-okon dolgoztunk péntek délutánonként a gyerekekkel, és ez egy nagy sikerű tanfolyam lett, olyan értelemben, hogy bizony nagyon sokan a mai napig is neves számítástechnikai cégeknél a szakmában dolgoznak. Ezt követte, nyilván álláskeresésben voltam, ezt követte a zeneiskolában való elhelyezkedésem, aminek révén a Karcagi Zeneiskola Bucsai tagozatát sikerült elindítani. Én voltam Bucsán a zeneiskola, hiszen tanítottam szolfést, csellót, furuját, és volt egy blokkflőte csoportom, amivel városszerte, illetve a környező városokban sikeresen felléptünk. És természetesen rögtön, ahogyan a városban kicsit magamra találtam, rögtön megtalált a zene is, és visszatértem a csellózáshoz, hiszen Mészáros Feri bácsi zenekarában, a városi kamarazenekarban elkezdtem játszani, és nyilván ezt követte a 91-ben, 92-ben megalakított először szalon, majd Karcagi Szimfonikus Zenekar, ahol szintén csellistaként aktívan részt vettem a zenekar életében. És ezzel párhuzamosan ment tovább a számítástechnika oktatása, hiszen beindultak a munkanélküli képzések, és én ott vettem aktívan részt, és mellette jártam el Szolnokra is tanítani a népfőiskolára, és más tanfolyamokon is részt vettem, mint oktató. És zajlott az élet. És ahogyan belecsöppentem a zene világában, egy másik világ is kitárult előttem, és ennek köszönhetően Törő Erzsi kecskeméti kapcsolatainak révén a Kecskeméti Katona József Színház rendezőjével, Csillit Sanyival karöltve megszerveztük férjemmel, Bosnák Imrével együtt az első színházi estéket Karcagon, a Déri Némi Üldési Központban. Német Marika utolsó fellépéseinek egyike Karcagon volt, és nagyon jó érzés volt azt látni, hogy olyan emberek jutottak színházi előadáshoz, akiknek sosem volt még lehetősége színházba elmenni. Sokan szorongatták a kezünket, és könnyes szemmel köszönték meg, és ezek bizony nagyon jó dolgok voltak. Ezekre így visszagondolva nem is sejtette az ember, hogy mindezt a városért teszi az ember, hanem a szíve diktálta, és ment előre, és csinálta, és teljesítette ezeket a magunk elé tűzött célokat. És természetesen nem szabad elfelejteni a sok-sok felejthetetlen koncertet, amit adott a zenekarunk, azt a sok-sok gazdasági ügyintézést, amit a zenekarban végeztem, és most pedig szervezem, hogy újraélesszük a Covid után a kis csapatunkat, és tulajdonképpen ez a zenei pálya azóta is megvan az életemben, ami azért nagyon jó, mert hogyha az ember le van terhelve,
akkor a lelkének, és nyilván fizikailag is kell az, hogy kikapcsolódjon és mással foglalkozzon, és a zene ezt abszolút megvalósítja és megteremti számunkra. Az informatikai, illetve a teljes szakmabeli előrelépésem pedig abban testesült meg, amikor 2002-ben az adóoktatási központ révén el tudott indulni és meg tudtuk nyitni a régi gyermekek házában az adóoktatási központot, és büszke vagyok arra, hogy Karcagon szintén elsőként az érettségi utáni képzés elindulhatott. Ez azért volt nagyon fontos, mert számos olyan hátrányos helyzetű gyermek került ki a középiskolából, aki anyagiak tekintetében nem tudott, nem volt lehetősége tovább tanulni, vagy éppen nem érezte magában azt az indítatást, hogy ő főiskolára, egyetemre menjen. Önállunk szakmát tanult, és bizony ez alatt a két év alatt sikerült bebizonyítani számára, elosztatni a kis hitűségét, és nagyon sokan főiskolára, egyetemre mentek, és ez nagyon jó érzéssel töltött el bennünket. Én úgy gondolom, hogy elérte a célját a központ, illetve a munkanélküli képzések is egy színvonalas megfelelő helyre kerültek. Nagyon sok vállalati képzésbe indult, kórház dolgozóit képeztük, tűzoltóság dolgozóit képeztük. Ezek mind-mind olyan kedves emlékek, amikor akkor jönnek föl, amikor elmegyek egy helyre, és látom, hogy ő is az én tanítványom volt, ő is nálunk tanult, ő is nálunk szerezte a bizonyítványát, hogy tovább tudjon dolgozni a szakmájában. Ezek mind-mind nagyon jó érzések. És hát 2002-től 2010-ig az Oktatási és Kulturális Bizottság külsős tagjaként is lehetőségem volt Karcag kulturális életébe még jobban belelátni és segíteni azt. Bár tulajdonképpen, ahogy elmondtam, 91 óta ezt teszem, és igazság szerint tettem a dolgomat, amit úgy éreztem, hogy tennem kell, de mindezekre akkor gondoltam vissza, amikor a díjra jelöltek, és megkaptam a díjat, hogy úristen, mi mindent is tettem. Igen. Én. És tulajdonképpen ez mind-mind a városért volt. Tettem a dolgomat, legtöbbször önzetlenül és minden díjazás nélkül, de én így éreztem magam jól, és én azt hiszem, hogy ez így is marad életem végéig. Remélem lesz hozzá elég erős, erőm és egészségem. És ugye a sors így hozta, az élet így hozta, hogy azokat a kompetenciákat, ismereteket, amit a tanulmányok alatt megszerzett, ugye zeneművészeti szakközépiskola, utána pedig az informatika területén a továbbtanulás, ezeket nagyon szépen tudta kamatoztatni itt a városban, a városért, és ezt közben gondolom, hogy élvezte is, és a hivatásának tekintette. Nem munka volt, igen. Hanem hivatás, és igen, csak így lehet valamit szívvel, lélekkel tenni. Ön alpolgármester is. Mikor kezdődött ez a szép feladat, és ez mit jelent önnek? 2010-ben kezdődött, amikor Dobos László polgármester úr fölkért erre a tisztségre. Megmondom őszintén, hogy nagyon meglepődtem, abszolút nem számítottam rá. Egy hétvégi gondolkodás után természetesen elvállaltam, hiszen egy ilyen nemes feladatot nem lehet visszautasítani. És ezt követően még jobban felgyorsult és felpörgött az életem, hiszen még jobban kitárult a világ, hiszen nagyon sok rendezvényre el kellett mennem vidékre, külföldre, testvérvárosokkal tartani a kapcsolatot. És én úgy gondolom, hogy talán ez teremtette meg azt az ötletet, hogy a kertprogramot is elindítsam, a Legszebb Konyhakertek, Magyarország Legszebb Konyhakertjei programot. Nagyon sok rendezvényen részt vettem, nagyon sok civil szervezettel, egyesülettel, vállalattal tartottam, illetve tartok kapcsolatot, és ez nekem mindig nagyon jó érzés, hiszen megismerem az életüket, tudom őket segíteni. És amikor elmegyek vidékre, külföldre, de főleg ugye Magyarországon vidékre, környező településekre, vagy messze határhoz közeli településekre, városokba, akkor mindig az tölt el jó érzéssel, hogy viszem Karcagnak a jó hírét, és elmesélem, hogy hogyan élünk, milyenek vagyunk mi, és nagyon sokszor látok rácsodálkozó tekinteteket, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenki nem ismerte eddig Karcag nevét, de én úgy gondolom, hogy az elmúlt 10-11 néhány évnek köszönhetően megtanulták, hogy hol van Karcag,
és milyen karcaginak lenni, és milyenek a karcagi emberek. Nyilván a város fejlődése, tehát nem, nem egyedüli érdemez, hanem a város fejlődése, a Birkafőző Fesztivál, tehát tulajdonképpen azok a történések, amik zajlanak a városban, mind-mind hozzásegítenek ehhez, de úgy gondolom, hogy ehhez kell egy olyan úgymond szócső, aki ott megjelenik, és élő szóban is elmondja, és aláteszi a támasztékot, a bizonyítékot annak, amit esetleg a médiában, rádióban, tévében meghal, meglát valaki, hogy egy élő személy ezt alátámasztja, és még mondjuk tesz is hozzá, akkor úgy gondolom, hogy akkor az egy ütős élmény és maradandó élmény, és akkor remélem, hogy majd jönnek Karcagra, és a turizmust, az idegenforgalmat, városunk népszerűsítését még jobban elő tudjuk mozdítani, és meg tudjuk teremteni azt, hogy mindenki tudja és szeressen Karcagra jönni. Tehát akkor a karcagi lehetőségek országos lehetőségeket tudtak megmutatni, hiszen ez a KERT program országos, sőt már határon túlra is elnyúlik. Nagyon tevékeny ebben programigazgatóasszony. Ez mikor indult ez a KERT program? És mikor elindították, akkor mi vezérelte önt? Mi volt a fő gondolat? 2012-ben indítottam Karcagon, akkor 22 jelentkezőnk volt, és 13-ban a szakma jóváhagyásával, felkérésével és biztatásával indítottam el országosan, és akkor 939 nevezéssel egészen szépen el tudtunk indulni, és azóta úgymond szárnyal a program, hiszen nagyon sok település van ebben a programban. Vannak lemorzsolódók, vannak újak, de mindig szép számmal vagyunk. És én úgy gondolom, hogy ez egy olyan program, ami a generációkat összetartja, a települések életében egy plusz tartalmat teremt meg, értéket közvetít. Úgymond én azt szoktam mondani, hogy ez a program minden, hiszen egészséges élelmiszert termelünk, megbecsüljük az idősek munkáját, felszívjuk azt a tudást, és átadjuk a fiatal, ifjú generációnak, amit ők örököltek, vagy éppen ők maguk megszereztek, megteremtettek. Egészséges életmódot folytatunk, az idősek aktívan karbantartják magukat, hiszen őket élteti a KERT. A közösségeket összetartja, ha nincs közösség, akkor verbuvál, megteremti a közösséget, és igazi jó tartalommal tölti meg, és jó példát ad mindenkinek. Ez bizonyítja azt, hogy már több mint 60 ezer új kertet hoztak létre a programban résztvevők mintájára, példájára. Tehát még sorolhatnám hosszasan, hogy terápiás jellegű a kert, tehát nagyon-nagyon sok olyan paraméter, olyan dolog van benne, amire az ember hirtelen nem is gondol, de ha nagyon mélyreásunk és elemezzük, akkor bizony-bizony ott van a programban. Én erre akkor szoktam rádöbbenni, amikor egy angol kertes műsort, a Kertész Kertje című műsort nézem, és ott beszámolnak arról, orvosok nyilatkoznak, hogy ő felírja terápiásan a kertészkedést, és vannak olyan kertek, akik az ilyen felírás általi betegeket fogadják. Sőt, van olyan kórház, ahol talán már erről beszéltem is a televízióban, de nem árt megismételni, ahol kifejezetten egy kertészeti részleget fejlesztettek ki olyan módon, hogy fekvő ágyon lévő betegeket, akiknek éppen csöpög az infúzió a kezébe, be tudják tolni, és fekve is tud kertészkedni. Ülve, fekve, bárhogyan tudja végezni ezt a tevékenységet, és azt figyelték meg, hogy a gyógyulási arány az sokkal-sokkal jobb, gyorsabb, mint hogyha csak a kórteremben feküdne a saját ágyában a beteg. És beszámoltak olyan háborús veterán sérültek, akik örökös fájdalommal élnek, csak akkor nem éreznek fájdalmat, amikor kertészkednek. Szorongásos, depresszív, alkoholfüggők, függőségben, egyéb függőségben szenvedő betegek is gyógyulnak, vagy sokkal jobb állapotot tudnak elérni akkor, hogyha kertben tevékenykednek. Ezek mind olyan érdekes információk voltak számomra. Tudtam, hogy a kert a lelket pátyolgatja, szépíti, simítja, és fizikailag is, fizikálisan is, mentálisan is karban tart bennünket, de azt, hogy ekkora ereje van, azt nem gondoltam volna. És bizony-bizony ők nagyon jól csinálják. Én úgy gondolom, hogy megyünk erre felé, és bízom abban, hogy ez a program tud ebben segíteni.
Mondhatjuk, hogy ez a program egy népművelő program, igen. Egyfajta viselkedéskultúrát igényel, meg egy életmódbeli váltást is, nem utolsó sorban pedig, ugye rászoktatja az embereket a mai világban, hogy amit otthon megtermelünk, a sokkal egészségesebb, és rászokunk arra, hogy megtermeljük magunknak, amit elfogyasztunk, és nem a nagy üzletláncokból kell ezeket beszereznünk, és nem utolsó sorban pedig, hát szépül az ország. Így van is mit szépíteni, hiszen azért a tájunk azért átalakul, hiszen lehet hallani, hogy az árvíz sem szokott ilyenkor jelen lenni az országok életében, és hogy ez mitől van. Igen, lecsapoltuk a folyóinkat, a lápokat, a mocsarakat, szabályoztuk a folyókat, ez valahol jó, de nyilván bizonyos részeken rossz. Lehet ezekről most már szakemberek véleményét hallani. Nagyon belenyúltunk a természetbe, és ideje egy picit úgymond észhez térni, és egy kicsit úgy visszaengedni a természetet, hiszen ő nagyon jól tudja, hogy neki mi a jó, és úgy alakítja magát, hiszen szintén külföldi tájékoztatásokból tapasztalom és látom azt, hogy hatalmas nagy gyár monstrumokat, komplexumokat hagynak vissza engedni a természetbe, és a természet egy idő után teljes mértékben visszafogadja, visszafoglalja azt, legyen az 4-5 méteres betonkerítéstől kezdve bármit vissza tud fogadni a természet, és így kezdik el újra a művelés alá vonni, és nem elbontani és feltörni a betont, hanem hagyni a természetet, hogy ő visszafoglalja, és utána ott megteremteni azt a zöld környezetben azt a megtermelni, vagy a növények termesztése lehetőségét, amire utána szükség van ahhoz, hogy meg tudjuk termelni magunknak az úgymond egészséges élelmiszert. Én úgy gondolom, hogy ha a természetet egy kicsit hagyjuk jobban kibontakozni, akkor nekünk is könnyebb dolgunk lesz. Ne tűnjenek el a vadvirágok, ne tűnjenek el a gyomok sem, hiszen mindenre szüksége van a Földnek, nem véletlenül vannak, és én úgy gondolom, hogy akkor komplex egy kert, hogyha úgymond minden jelen van egy kertben. Tehát én sosem vártam el azt, hogy gyommentes legyen egy kert, hiszen a gyomoknak is van jelentősége. Milyen jó az a folyófű, amikor 4., 5., 6., 7. hete nem esik az eső, és betakarja a földet, és valamennyire védi a földet a kiszáradástól. Igen, mindennek megvan a helye, csak ezt nehéz megtanulni, illetve nehéz visszaállni arra a régi mentalitásra, amit akár több száz évvel ezelőtt folytattak a kertművelés kapcsán az emberek. A polgármester asszony igen sokrétű tevékenységet folytat. Ehhez energia kell, kreativitás, kitartás. Honnan veszi erre az erőt? Mi az a háttér, ami önnek adja ezt az erőt? Nekem nagyon jó hátterem van, mert a férjem Bosnyák Imre fantasztikus ember, ő mindenben segít és támogat engem, és tulajdonképpen minden lehetőséget biztosít arra, hogy én ezeket a terveket, isteni szikrákat megvalósítsam, és ennek köszönhető az, hogy ezeket tényleg meg is tudom valósítani, és lesz is belőle eredmény, nem csak egy ilyen kóbor gondolat lesz. És úgy jönnek ezek a gondolatok hajnalban, sokszor mosogatás közben, vagy sminkelés közben, de ezek úgy jönnek ezek az indítatások. Ilyen volt például a fotópályázat is. Amikor több idős egyesületben, társaságban vagyok, akkor látom, amikor fényképeket nézegetnek, amikor élményeket cserélnek, és abból jönnek ezek az ötletek, a fotópályázat, hogy ezeket a fotókat őrizzük meg, kerüljenek felszínre, és a fotók kapcsán a viseletek, a szokások, az eszközök, a tárgyak azért maradjanak meg, illetve legyenek megőrizve. És most a családpályázat is ilyen indítatású volt. Nagyon sok történet, nagyon sok neves család időse él még, és szeretném, hogyha ha ezek a történetek a családomban történt, a családainkban történt, szomorú vagy sokszor vidám események úgy megvalósításra, illetve megőrzésre kerülnének. Sajnos elég kevesen jelentkeztek erre a pályázatra, de nem hagyom békén a karcagiakat, ismét meg fogom hirdetni, hiszen úgy gondolom, hogy ahogy a kertprogramban is van, egy fecske is tud nyarat csinálni. Egy-két jelentkező, bár nem ennyi volt szerencsére az irodalmi pályázat résztvevő száma,
és tud olyan indítatást adni az embereknek, hogy akkor most akkor én is elmondom. Hát én is tudom, nálunk is történt valami. Az én családom is megér annyit, hogy írjak róla egy pár oldalt, és maradjon meg az utókornak. Én bízom abban, hogy sokan gondolkodnak majd így, és a következő felkérésre még többen jönnek majd, és még többen írnak nekünk történeteket. Hiszen ezek fontosak, mert hogyha azok az öregek, akik most még köztünk vannak, és tudják ezeket, elmennek, akkor ezek elvesznek, és ezek kincsek, hiszen ezek a történetek, az a tartás, az az életmód, ahogy a régebbi emberek éltek, az úgy gondolom, hogy példa számunkra, és nem is akármilyen példa, hanem követendő példa, hiszen ők nagyon jól tudták, hogy mit miért tesznek, és mit miért csinálnak, és hogyan csinálják. Én úgy gondolom, hogy mindig tanulhatunk ezektől az emberektől, és tanulnunk is kell ezektől az emberektől, és amit ők tudnak, azt írják le, tegyék le az asztalra, hogy hagyd legyen az a miénk is. Én bízom abban, hogy eredményes lesz. Október 18-án lesz az eredményhirdetés, a Városházán mennek majd a meghívók, és mindenkit várunk szeretettel, ismerkedjen meg a pályázatban résztvevőkkel, az abban írottakkal, és irigyeljék meg azokat, akik írtak, és írjanak a következőkben is. És azért vannak még terveim, ha a Jóisten is megengedi, akkor szeretném őket megvalósítani, és mindezt azért, hogy még gazdagabb legyen Karcagnak az élete. Rohanunk, elszaladunk egymás mellett, dolgozunk, és megint csak dolgozunk, és úgy gondolom, hogy ebben a rohanó világban a sok-sok munka mellé, közé be kell iktatni azokat az ékeket, amik biztosítják azt, hogy mindenki fel tudjon töltődni, erőt merítsen, hogy tovább tudja folytatni a munkáját, illetve az értékek, amikről az előbb is beszéltem, azok maradjanak meg, hiszen én úgy gondolom, hogy Karcagnak egy olyan múltja, történelme, hagyománya van, ami példaértékű. Tehát én jártam olyan városokban az elmúlt évek során, hogy nem nagyon tudtak múlttal dicsekedni, hiszen friss, új település. És akkor végig gondoltam azt, hogy Karcag mennyi mindent tud elmondani a múltjáról, és úgy gondolom, hogy ehhez mérten kell élnünk, és erre büszkének kell lennünk. És ezt szerencsére már az óvodás korban tanítják az óvónőink, és az iskolás korban is tovább folytatják, de ennek a vonalnak nem szabad megszakadnia. És úgy gondolom, hogy a fiatal 20-30 éves generációt is meg kell ennek nyerni, hogy tudjunk büszkék lenni arra, hogy itt élünk, karcagiak vagyunk, bár sokszor azt mondják, hogy Karcagon nincsen semmi, de nagyon sokan ezt a semmit keresik, hiszen itt pusztaság van, itt el lehet látni, ameddig a szem ellát, és mások ezt irigylik, és nem is tudják elképzelni, hogy milyen az, hogyha nem rögtön a hegy oldalt látják, bármerre is fordítják a fejüket, és ezért képesek eljönni több száz, több ezer kilométerre, és belecsodálkozni, és beleszerelmesedni az Alföldbe. Mi itt élünk, ez nekünk természetes, de tudatosan tudnunk kell, hogy ez egy érték. És a legapróbb sütemény, étel, viselet, ruha, szokás, az mind-mind érték, mert másnak nincs ilyen. Vannak országok, ahol nincs néptánc, nincs néptáncuk, nincs népzenéjük. Én úgy gondolom, hogy ha csak egy icipici cikkelyt, egy ezreléket kiszedünk a mi népzenénkből, néptáncunkból, fantasztikus gazdaság. És nekünk egy teljes, egész, kerek gazdaskincsünk van ezekből. Én úgy gondolom, hogy ezekre büszkének kéne lennie mindenkinek. És nagy titkos vágyam még az, most azért elárulom, és remélem, hogy sikerül ebben valamit is majd lépnem, hogy a kunhímzést, a megfelelő szintre és méltóságra emelni, hiszen van matyó hímzésünk, van kalocsai hímzésünk, akire mindenki büszke és a magyarsággal kötik össze. Ez rendben van, és rendben is vagyunk ezzel, ez így helyes, de van egy kun hímzésünk is, ami legalább olyan gazdag, és ha nem is annyira borzasztóan színes, mint mondjuk a kalocsai és a matyó, de úgy gondolom, hogy egy fantasztikus érték,
és szeretném, hogyha megfelelő helyre kerülne. Nyilván nem tudok mindenre sok energiát fordítani, de amikor lehetőségem van, és olyan konferencián vagyok, ahol ezek a matyókalocsai hímzések megjelennek, akkor én mindig beszélek a kunhímzésről, és örömmel tapasztalom, hogy azért egyre több helyen vannak ott a kunhímzőink. Ugyanez vonatkozik a csipke verőinkre is, hiszen az is egy különleges érték, és azt meg aztán pláne sokkal kevesebben ismerik, mint a kunhímzést. Ezekre mind-mind büszkék vagyunk, mint a fazekasságunkra, és akkor még talán reggelig sorolhatnánk, hogy mi mindenre vagyunk büszkék. Tehát van tennivaló bőven, úgyhogy ha én ezt a kulturális vonalat szeretném még tovább vinni, és szeretném, akkor azt hiszem, hogy nagyon gazdag a tárház. Igen, ahogy mondta, egy közösségnek, egy településnek a múltját meg kell ismerni. Abból ugye tanulnunk kell, a mindenkori ifjúságnak abból tanulni kell, és a tanulságokat is le kell vonni, hiszen csak erre tudunk tovább építkezni, erre tudunk újabb terveket szőni, hogy mi legyen az irány is, mit lehet még fejleszteni. Ahogy én ismerem a polgármester asszony, nagyon kreatív, impulzív és tetrekész ember, és megválaszolta a kérdésemet, mert az lett volna a következő kérdésem, hogy és mi a jövő és tervek, de már ezek elhangoztak. Én kívánom, hogy ehhez legyen egészsége, mindig ereje és kitartása, és valósuljanak meg azok a tervek, amiket most itt elmondott nekünk. Köszönöm szépen, és remélem, hogy lesz támogatóm hozzá, hogy eddig is volt, és tényleg ezen a most ragadom meg az alkalmat, és megköszönöm mindenkinek, aki ezekben a terveimben, a kivitelezésében segített, hiszen nagyon sok segítőm van. Köszönöm nekik ezt a sok-sok segítséget, és nyilván az elkövetkezendő időben, a jövőben is számítok rájuk, hiszen egyedül nem megy, szokták mondani. Tényleg ez egy csapatmunka, és én úgy gondolom, hogy Karcagon egy nagyon-nagyon jó csapat van, akikkel karöltve ezeket meg is tudjuk valósítani, és meg is fogom tudni valósítani, úgyhogy hát hajrá tovább előre, hajrá Karcag! Ez egy nagyon jó végszó, így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!